Kárpátaljai Rózsa Hölgyek Társasága 6 éve alakult azzal a szándékkal, hogy a jóságot, a szelídséget és a harmóniát közvetítse az élet minden területén. Tagjai aktívan részt vesznek a környék társadalmi életében, tevékenységükkel mindig nemes célokat képviselnek. Szívügyüknek tekintik a nehéz körülmények között élő gyermekek sorsát, ezért idén jótékonysági bált szerveztek a hátrányos helyzetű fiatalok támogatására a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Magyarország beregszászi konzulátusának támogatásával. A konzulátus nagyon fontos feladatának érzi, hogy támogassa a Rózsahölgyek bálját. Ugye társszervezők vagyunk Magyarországról, a Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma részéről. A Ponovásné Panna Petra helyettes államtitkárasszony fővédnökként vállalta a bálnak a támogatását, személyesen részt is vesz a bálon, és hát ez egy szép gesztus. Örülünk neki, hogy ennyire hát magas szintre emelhettük tulajdonképpen a bálnak a presztízsét, és szeretnénk ezt a továbbiakban még jobban fokozni, erősíteni. Rendezvényünk célja, hogy újból segítsünk nehéz sorsú családokban élő gyerekeknek. A civil szervezet 2013-ban alakult a Kecskeméti Rózsa Hölgyek Társaságának kezdeményezésére, akik azóta is támogatják a kárpátaljai nők, asszonyok nemes célokért való összefogását. Jó pár évvel ezelőtt a kecskeméti rózsahölgyeket megismertük, megláttuk az ő munkájukat, és páran egy baráti társaság. Úgy éreztük, hogy mi is kipróbálnánk ezt, mert lehetséges, hogy tudnánk mi is valami jót tenni, valamit tenni a gyerekekért. Az idei rózsabára gasztronómiai bemutatóval és ételkóstolóval várták a vendégeket. Erre az alkalomra a környék neves éttermei, pékségei, cukrászdái, borászatai és sajtkészítői ajánlották fel különlegességeiket. Örülök, hogy itt lehetek, mert szeretek segíteni az embereken, mert szerintem a szeretet az, ami hajtsa előre a világot, és ettől vagyunk emberek. A társaság évről évre bővül segítő szándékú emberekkel. A tagok között több olyan pedagógus található, aki segítséget tud nyújtani a rászoruló gyermekek felkutatásában, valamint a számukra szervezett kirándulások lebonyolításában. Én 2018. október óta vagyok tagja, és azért is tartottam fontosnak, hogy a csoportnak a tagja legyek, mert nagyon tetszik, amit a csoport céljának tűzök ki, tehát a szegény gyerekeknek a segítése. Személy szerint a kirándulásoknak a szervezőjeként tudok részt venni, a gyerekekre tudok vigyázni, akár a szülőértekezletek, a programoknak a lebonyolítása az, amiben inkább segíteni tudok. A rózsahölgyek minden évben a hátrányos helyzetű fiatalok számára igyekeznek olyan programokat szervezni, amelyeket az érintett családok nem engedhetnek meg maguknak. Mivel a civil szervezetnek saját bevételi forrása nincs, ezért a rendezvényeiken befolyt adományokból tudják támogatni a rászoruló gyermekeket. Szeretnénk egy kirándulást szervezni a Kárpátokba. Egy honismereti kirándulás, ez lenne a fő célunk, mivel eddig a kisebb gyerekeket tudtuk így elvinni őket kirándulgatni, most szeretnénk a nagyobbakat is. A nagyobbakat is felkarolni, mert a kisebbjeink oda nőttek. A Jóistennek hála már 6. évesek leszünk. Úgyhogy kisebbjeink lassan oda nőttek, és nem azt szeretném csak, hogy egy alkalommal tudjunk egy szép napot adni nekik, hanem 3-4 év múlva is, ha ezt meg tudjuk ismételni, akkor ez a kis csíra, az tovább tud nőni a kis lelkükben. A tavalyi évben a Rózsahölgyek Társasága közel 80 rászoruló iskolásnak tudott olyan felejthetetlen programokat szervezni, amelyeken igazán gyereknek érezhették magukat. Remélik, a jövőben még több fiatalt tudnak megajándékozni életre szóló élményekkel. Vagyunk és leszünk. Ünnepélyes keretek között nyitották meg Svidovecen a Felső Tiszavidéki Magyarok Találkozóját. A röviden csak Feltiszának becézett rendezvény a kárpátaljai szórványban élő magyarok éves összejövetele, ahol a települések bemutatják kultúrájukat, hagyományaikat, értékeiket. Ünnepi köszöntőjében Szilágyi Mátyás, beregszászi magyar főkonzul azt mondta, az anyaország számára minden magyar egyformán fontos, bárhol is éljen a világon és bármilyen szinten beszélje a magyart. Ez bámulatos, ahogy itt Körösmezőn, Svidovecen a magyar közösség megőrizte a magyar anyanyelvét.
A gyerekek igyekeznek, hogy tanuljanak, hogy megtanuljanak magyarul, ott, ahol már nincs is magyar nyelvi környezet. A köszöntések után a népzene és a néptánc vette át a főszerepet. Elsőként a tavalyi házigazda Nagy Bocskóiak léptek színpadra. Az idei házigazda Svidovec nem messze fekszik a Tatárhágótól. A magyar közösség kicsi, 65-en vannak. Őseik nagyjából 200 évvel ezelőtt az osztrák-magyar monarchia idején költöztek ide, és az erdőgazdaságban dolgoztak. A szovjet időszakban a közelben nem volt magyar iskola, így sokan törve beszélik az anyanyelvüket. Nemes família, Zelinszky, ők ide bejöttik, mikor Ausztria bevette Lemberget. Anyai család. Ide jöttek mink dolgozni erdőbe. Ide küldték, mint specialistokat. Ők építettek gátokat, tutójokat vitték le, és erdészek voltak. Piros fehér szűz, ez a magyar föld. Na, ez a mi kedvenc versenyünk most. A 4 éves Szofika édesanyja magyar családból származik. A kislányt pici korától tanítják magyarul. A helyiek ragaszkodását a magyar gyökerekhez az is jelzi, hogy számára már biztosított az anyanyelven való oktatás. Van nekünk magyar óvoda, van nekünk magyar iskola, van nekünk ez a lehetőség fellépni ilyen fesztiválon, mint a Feltisza, és éppen ebbe mi fiatalok összejöttünk, egyszerre, hogy mi vagyunk a magyarok, és tényleg a magyar nyelv, ami a miénk, az a anyanyelv, és amellett kezdtünk találkozni, beszélni magyarul, tanulni magyar verseket gyerekekkel, énekeket, táncolni is kezdtünk, és ez tényleg minket valahogy így magához összehozott. Nem is az a gazda, nem is az a gazda, kinek ha tökre van. Ezért is tudta elvállalni ez a kis közösség a Feltisza lebonyolítását, ami megtiszteltetés és komoly felelősség is egyben, hiszen évente csak egyszer van ilyen ünnepélyes alkalma a vidék magyarságának. Mindenki arra vágyik, hogy szeptember 2. szombaton itt a fesztiválra, Feltiszára itt legyünk. Hanem Svidovecen, vagy Rahon, vagy Busjaházan, de itt vegyünk részt, és mutassunk be, hogy vagyunk, és meg akarunk maradni. Sajnos nincs nekünk hol foglalkozni, nincs nekünk valami terem. Erre most erre célzunk, erre pályázunk, és erre fogunk törekedni, hogy valahol vagy megveszünk, vagy valaki segít nekünk valaki. Hogy legyen nekünk valami kultúrház, nem is nagy, egy szoba lehet, egy kis terem, de miénk legyen, hogy nekem kölcsön kérni. A seregszemlére az idén 12 szórványtelepülés képviselői jöttek el, csak éppen a városnapot ünneplő técsőiek nem vettek részt rajta. Minden közösség hozta a saját jellegzetességeit. A bányászváros, Aknasz Latina, a sok helyi finomság mellett a lámpát és a sisakot. Aknasz Latina mindegyik Feltiszán részt vett, és minden Feltiszára nagy örömmel jön el, mert ez nagyon fontos a felső tisza vidéki magyarok számára, mert ez az a találkozó, mivel úgyis a neve is, hogy a felső tisza vidéki magyarok találkozó, ahol minden évben találkozni tudunk. Mert sajnos elég itt élünk egymás mellett, itt a felső tisza vidéken, de ritkán találkozunk, és akkor minden évben össze tudunk jönni, találkozni, elbeszélgetni, bemutatni a kultúránkat. Amelyre rendszeresen eljönnek a szomszédban, a Tisza túloldalán szintén szórványban élő magyarok is. Szükség van arra, hogy a felső tiszamenti magyarok valahol egyszer egy évben összetalálkozzanak, és azt mondják, hogy kérem, mi vagyunk, mi látjuk egymást, szeretjük egymást. Nem akarunk egymásnak eladni semmit, nem akarunk kereskedni, csak meg akarjuk mutatni, hogy vagyunk. Meg akarjuk mutatni, hogy igen, észbe tartjuk egymást, szeretjük egymást. Ez nagyon fontos, mert
Ez a Felső-Tisza vidék, ez talán a világnak az egyik legszebb vidéke. Tele van minden fenyőfa, minden bükkfa és minden domboldal szeretette. Ugyanazok a domboldalak, ugyanazok a fenyőfák, bükkfák gyökereznek a Tiszának egyik és a másik oldalán. Ugyanazokat a nótákat énekeljük mi évszázadok óta. Amelyre táncra is perdült a vendégsereg, őszinte nevetés járta be a Kárpátok domboldalait. A megmaradás vágya, az együttlét öröme szinte tapintható volt. A felső-tiszavidéki magyarok ismét bebizonyították azt, hogy a szívük mélyén őrzik és a nehéz körülmények között is tovább viszik az őseiktől kapott útravalót. Kevesebben vagyunk, viszont szeretnénk tartani ugyanazt a szintet, szeretnénk, hogyha mind a 13 település itt lenne, szeretnénk, hogyha mind a 13 település újból és újból elhozná a saját maga gazdagságát, szépségét, kultúráját, gasztronómiai finomságait, és hogy az a találkozás, ami most már Felső-Tiszavidéken egyértelmű a Feltisza kapcsán, bárhol említem azt, hogy Feltisza, mindenki tudja, hogy miről van szó, hogyha ez újból és újból egy élő valóság és egy élő öröm lenne mindannyiunk számára. Jövőre jubilál a Feltisza. A tervek szerint a 10. találkozót az első helyszínén, a Kárpátaljai Szórvány Központjának számító rahón rendezik majd. A beregszászi római katolikus egyházközség idén is csatlakozott a művészet és a hit egységét hirdető Ars Sacra Fesztiválhoz. Ennek apropóján ezúttal színházi előadásra, a Pilátus éjszakája című történelmi drámára hívták az érdeklődőket. A Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház nagy termében bemutatott darab címszerepét János Dávid, míg feleségét, Claudia Prokulát, Gregor Bernadett alakította. Az új színház művészei először jártak Kárpátalján. Negatív hős lett tulajdonképpen, mint Júdás, ugye, akinek szintén az volt a szerepe, ami. De hát ugye mögötte látni kell az embert, a családapát, a férjet, aki vívódik ezzel az egésszel, és igazából, ha pusztán csak azt nézzük, hogy elítélte Krisztust, akkor nyilván egy negatív szereplő, de hát nem erről van szó, hanem egy embernek a vívódásáról, aki igenis látja az igazságot. Ugye megzsarolják tulajdonképpen, és amikor az embert megzsarolják a családjával, az életével, azokkal az emberekkel, akiket szeret tulajdonképpen, akkor nem tudsz az igazság oldalára állni. Tehát a szeretet ezt mindig fölülírja, még akkor is, hogyha látod azt, hogy az az ember, akit te elítélsz, az teljesen ártatlan. És tulajdonképpen ezenek az embernek a legnagyobb drámája, illetve a drámája tulajdonképpen erről szól, hogy képtelen helyesen dönteni, pedig tudja, hogy mi lenne a helyes döntés. Miért dönti ezt? Mert szereted őket. Ez a darab pedig egy nyilván azért kedves a szívemnek, Jánosi Dávid az új színházban kollégám, tehát mi több darabban játszottunk együtt, de azt hiszem, hogy ez az a darab, amikor olyan új oldalunkról is ismertük meg a másikat, amit talán korábban nem. Tehát, hogy ez közel hozza egy ilyen munka, közel hozza a színészeket egymáshoz. Azon kívül pedig egy történelmi drámáról van szó. Egy történelmi drámát szerintem mindig nagyon nagy feladat eljátszani, hiszen olyan embereket kell az embernek játszani, akik valóban léteztek, akikről az embereknek azért több ismeretük van, mint mondjuk, hogyha egy olyan darabot játszunk, ahol vannak különböző szereplők, de ők nem valós személyek. Viszont azt gondolom, hogy ebben pedig az a jó, hogy egy színésznek legalábbis mi úgy próbáltunk ehhez közelíteni, hogy az emberi oldalát céloztuk meg. Tehát tulajdonképpen egy teljesen hétköznapi szokványos helyzettel kezdődik a darab, amiből aztán persze kibontakozik maga ez a történelmi dráma. A beregszászi bemutatón jelen volt dr. Fazekas István drámaíró, Váci Mihály és Jókai Díjas költő is. A Szentírásban, Máté evangéliumában olvashatunk egy mondatot, mely szerint Pilátusnak a felesége, mielőtt Pilátus elítélnék Krisztust, még üzen az urának, mégpedig azt, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert nagyon nyugtalan álmom volt az éjjel miatta. Az előzményekből tudhatjuk, hogy a zsidók megzsarolták Pilátust. A nagy kérdés, hogy Pilátus vajon miért zsarolható, ezt vizsgálja tulajdonképpen ez a színdarab.
Emlékszed az Istenekbe, Claudia? Elég, ha tudod, hogy van. Az Ars Sacra Fesztivál Budapestről indult kezdeményezés, 2007 óta minden év szeptemberében megszervezik. Célja, hogy a különböző művészeti ágakon belül felszínre hozzák és népszerűsítsék a szakralitást. A rendezvény az elmúlt esztendőkben országos, majd határon átívelő eseménysorozattá bővült. A fesztivál által felkínált művészeti programok igyekeznek méltó módon bemutatni és éltetni az eredendő örökértékeket, mint az igazság, a jóság és a szépség. Most egy színházi előadással készültünk Beregszázban, az Új Színház két színésze által előadott a Pilátus éjszakája színházi darab lett bemutatva a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nagytermében, teltházzal zajlott az esemény, és egy nagyon kellemes vasárnap délutánt tölthettek együtt a nézők. Az Ars Sacra Fesztivál beregszászi programja a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társszervezésében valósult meg. A színházi előadást nagy érdeklődés övezte, a helyi közönség vastapssal jutalmazta a vendégjátékot. A nagydobronyi református irgalmas samaritánus gyermekotthon 1995-ös megalapítása óta több száz leánygyermeket mentett meg az embertelen életkörülményektől, a fizikai és a lelki terrortól. Az intézménynek jelenleg közel 70 lakója van. A gyermekotthonban a kislányok esélyt kapnak arra, hogy új életet kezdhessenek. Pár év ezelőtt örökbe akartak minket fogadni, és nem akartunk, már megszerettünk, hogy itt vagyunk. Nagyon-nagyon szeretünk együtt lógni, egyébként nagyon aranyosak, csak az a baj, hogy egy perc alatt 16 különböző kérdést képesek feltenni, járunk együtt vásárolni, igazából úgy, mintha mennénk. Egyébként már megkérdezték tőlem Ungváron egy alkalommal, hogy ez mind az én gyerekem, és mondtam, hogy hát igen, ez mind az enyém. A nagydobronyi gyermekotthon zavartalan működése azonban nincs biztosítva. Az ukrán államtól ugyanis nem kapnak egy fillér támogatást sem. Így minden segítségre szükségük van. Fennmaradni az egyházi, a karitatív és a civil támogatásoknak köszönhetően tudnak csupán. Ebben a helyzetben nyújtott segítséget Magyarország ungvári főkonzulátusa. Az ungvári várban rendezett Bercsényi jótékonysági bálnak ugyanis a nagydobronyi gyermekotthon volt a kedvezményezettje. 210. A jótékonysági árverésből befolyt összeg, illetve a persejekbe dobott adomány mind a nehéz sorsú gyermekek megsegítését szolgálta. Bercsényi és Csáki Krisztina az életének jelentős részét itt töltötte ebbe a várba, és ugye, mint ez kevesek számára ismert, azért Krisztina asszony azért nagyon híres volt arról, hogy jótékonykodott is, és azt gondoltuk, hogy akkor összekötjük a kellemest a hasznossal, és csinálunk egy jótékonysági rendezvényt. A gyámügy, lelkészek és polgármesterek közbenjárásával is kerültek már a nagydobronyi otthonba leánygyermekek. Volt úgy, hogy egy busz megállóban lakott, és kutyák melegítették, vagy kutyák tartották életben szó szerint, de valóban sokszor van úgy, hogy nagyon szörnyű körülmények között összedőlt a házuk, például nemrég került hozzánk egy kislány, akinek a házuk összedőlt, és a szülei sajnos alkoholisták, így nem tudtak róla, nemhogy gondot viselni, hanem még a nevét sem tudták megmondani, hogy hívják, amikor a rendőrök kérdezték. A nagydobronyi otthonban a gyerekeknek látszólag mindenük megvan, amire szükségük lehet, ám a korábban elszenvedett traumák feldolgozása nehéz feladata számukra. Lelki sérülés, ez egy hosszabban tartó gyógyulási folyamat, mert még fizikálisan 1-2-3 hónapon belül azért regenerálódnak és hízásnak indulnak, vagy pedig az egészségi állapotuk is javul, azért a lelki állapot az, amelyen nagyon hosszan és nagyon eltolódó időben szükséges velük foglalkozni. Az ungvári magyar konzulátus missziójának tekinti a kárpátaljai magyarok támogatását. A nagydobronyi mellett rendszeresen segítenek más gyermekotthonokat és árvaházakat is, de gyakran fejlesztenek iskolákat, például számítástechnikai szaktantermek kialakítását is támogatják. Mint fogalmaznak, a nehéz életkörülmények ellenére is szülőföldjükön maradó kárpátaljaiak minden támogatást megérdemelnek. Megszemlélhetitek gyűjteményeinket!
Nagyszabású, Bercsényi Miklós főispánról elnevezett fesztivált tartottak a hétvégén az Ungvári Várban, a Prokultúra Subkárpatika civil szervezet szervezésében. A magyar kultúra terjesztése és ápolása mellett az is fontos, hogy az ukrán lakosság is megismerje az Ungvári Vár magyar vonatkozású történelmét, vélik a szervezők. Mindenki azt hiszi, hogy Kárpátalja az egy egységes megye. Kárpátalja nem egy megye, ez négy megye. Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros, és a magyarság is, ha egy nyelvet beszél, de négyféle mentalitás, négyféle szocializáció révén, történelmi múlt révén jutott el a 20. századig, amikor 44-ben egy megyét csináltak belőlük. Mindig el kell mondanom, hogy ott vannak a transzilvanista máramarosiak, a kuruckodó ugocsaiak, meg beregiek, és itt van a felvidék részeként magát definiáló ungiak, ahol ugyan a kuruc időben ugye Bercsényi határozta meg századokon keresztül, mint az egyik legnagyobb művelt úr is a vidéken, aki hűséges volt Rákóczihoz, olyannyira, hogy ő is elkísérte őt, és ezt a Bercsényi féle Rákóczi korabeli szellemet szerettük volna megidézni, és egyúttal teret és lehetőséget adni az ungiaknak a találkozásra, főleg az ungváriaknak, akik ugye egy 120 ezres városban most már szorványként élik meg a napjaikat, de van egy nap minden éven, amikor az övék a vár. Az érdeklődőket történelmi helyszín, multidézés, hagyományos mesterségek és népzenei forgatag fogadta. Bercsényi Miklós és felesége Csáki Krisztina ideje alatt virágzott fel a várkastély. Ők hozták be a felvilágosult polgári létet, a kultúrát és a művészeteket a vármegyébe. Bercsényi Miklós, az Ungvári vár tulajdonosa, Ung megye főispánjaként nagy hatással volt II. Rákóczi Ferencre. Ő volt a nagyságos fejedelem seregének fővezére, a szabadságharc második embere. Bercsényi Miklós gróf egy nagyon érdekes személyiség volt. A mi vidékünkhöz is kötődik, mert bár felvidéki születésű, de Buda sikeres visszafoglalása után a császár kitünteti, aranysarkantyús vitéz lesz, grófi címet kap és megkapja az ungi uradalmat, az Ungvári vár gazdája lesz. Igaz, hogy a török ellenes harcok vége felé az első kuruc ellenes mozgalmakat még elfojtja, Tokaji Ferenc hegyaljai felkelésének a leverésében részt vesz, de utána megismerkedik Rákóczival, és Rákóczinak egy életre hű társa, bajtársa lesz. Együtt van, mennek fogságba, bécsújhelyi börtönbe, és Brezán várába, ahonnan megírják együtt a brezáni kiáltványt, amelyben felhívják, harcba hívják a vidék népét, a parasztságot, szabadulást ígérve a jobbágy terhek alól. A szabadságharc alatt Rákóczi kinevezi generálisá, tábornokká. A Bercsényi Fesztivál a Bagosi Brothers Company nagy sikerű koncertjével zárul. A kuruc hagyományait mind a napig féltve őrző 3000 lakosú, csaknem színmagyar Salánközség Nagyszőlőstől, az egykori Ugocsa vármegye központjától alig 20 kilométerre található. A Borzsa mellett a legendák övezte Hömlöc, másképpen Helmec hegy tövében. A falu történelme szorosan összefügg II. Rákóczi Ferenc nevével és az általa vezetett szabadságharccal. A hagyomány szerint Esze Tamás és Kis Albert kuruc serege a salánki nagyerdőből indult Verecke felé, hogy találkozzon a Lengyelországból hazatérő Rákóczival, aki a fegyveres harc élére állt. A falu közössége immár 3 évszázada hűen őrzi a szabadságharc eszmélyiségét és a hősök emlékét. A református templomnak a karzatán meg is van örökítve, amikor 200 évvel azután, 1711. februárjához, 200 évvel megemlékezett a reformátusság a szabadságharcról. És ennek a kapcsán mi is vettük a bátorságot 2011-ben egy nagyszabású rendezvényt bonyolítottunk le, amikor is emlékkonferencia, ünnepi istentisztelet keretében visszaemlékeztünk mindarra, ami 300 évvel azelőtt történt itt Salánkon. A református templom felújítása miatt az 1935-ben a nagyságos fejedelem halálának 200. évfordulója alkalmából elhelyezett emlékfeliratot ideiglenesen leszerelték a karzatról,
de a munkálatok befejeztével visszakerül majd a helyére. Salánk másik történelmi egyház közösségét a görög katolikusok alkotják. A Szent Mihály Arkangyal templom ősszel már kívül-belül megújulva várja a híveket, a falakra pedig felkerült államalapító Szent István királyunk ábrázolása. Meg is tartjuk az ünnepét mindig augusztus 20-án, tehát nagy ünnepélyességgel. Tiszacsomán ugye nagy zarándok helyünk lett a tiszacsomai templom, hiszen az ő tiszteletére van felszentelve, és így úgy gondoltuk, hogy Salánkon is jó lenne, hogyha ha az ő ikonábrázolása felkerülne a falra, és mellé, mivel az ablak egyik oldalán Szent István lett megörökítve, a másik oldalára Szent László királyt festettük meg. Áldott az a nép, akinek ilyen vezetői vannak, és áldottak azok a vezetők, akiket gyakorlatilag a nép az emlékezetében tart. Szent István királyunkat emlékezetében tartja az ország alapításáért a népünk. Szent Lászlót azért, mert megőrizte Szent Istvánnak az örökségét. Rákóczit azért, mert nem felejtette el se Szent Lászlót, se Szent Istvánt, hiszen ő is azt tűzte a zászlójára, Istennel, a hazáért és a szabadságért. És ezt az eszmét a mai salánkiak őrzik a mindennapjaikban, énekeikben, munkájukkal, és gyakorlatilag országaink javát szolgálják mindannyian, akik itt élnek és megőrizték magyarságukat. A kuruc szabadságharc szomorú zárófelvonásának Salánk adott otthont 1711. februárjában. Rákóczi ide hívta össze tanácskozására erdélyi tanácsosait és a magyarországi szenátorokat, hogy választ adjanak a császáriak békefeltételeire. Természetesen elkísérte őt főkamarása és legodaadóbb híve Mikes Kelemen, aki egy kis tiszta vízű forrásból, népies nevén a Nyikes kutyából hordta az ivóvizet az urának. 1991. május 26-án a felújított Mikes kút mellett emlékhelyet avattak fel. Igaz, vandál kezek eltávolították az obeliszk eredeti, vörösrészből készült emléktábláját, de 1993-tól azt márványtábla pótolja. 2003-ban a falu központjában felállították Rákóczi szobrát, majd az emlékparkban helyet kapott Szent István és Mikes Kelemen emlékműve is. 1944 őszén a sztálinisták 301 férfit hurcoltak el Málenki robotra, közülük 59-en odahaltak. Nevüket emléktábla őrzi. Itt van az az alkalom az, hogy valóban mutassuk meg, hogy mi is a jelenben, felnézünk a múltra, és így próbálunk mi is élni, hogy majd a jövőben, majd mi ránk is netalántán, így nézek fel a gyermekeink, a fiataljaink, hogy voltak őseink, kiálltak, tették a dolgaikat. Ugyanezt a gondolatot felkaroltam. A Rákóczi emlékév keretein belül idén augusztusban újabb emlékművel gazdagodott Salánk. A település központjában felállított, az utolsó kuruc országgyűlése emlékeztető dombormű magyar kormányzati támogatással készült. Nyilvánvaló az, hogy Kárpátalján élő kultusza van Rákóczinek, az azt jelenti, hogy nem csak egy múltbéli eseményről van szó, hanem egy nem múló fénnyel világító útjelzőről, amely nem csak a múltból a jelenbe, hanem a jelenből a jövőbe is világít. Ez pedig nem lehet más, mint az alázat, a hűség. Gondoljunk csak Rákóczi Rodostóban megírt imáira, és az, hogy mindig meg tudjunk maradni minden nehézség árán annak, amelynek a teremtő bennünket teremtett. A kárpátaljai Rákóczi kultusz 2013-ban felkerült a Külhoni Értéktár nemzeti értékeinek listájára. Egyebek között a vereckei honfoglalási emlékmű és még egy helyi büszkeség a Salánki Hordó Társaságában. Hiszen Kárpátalján a nagyságos fejedelem a mai napig rendkívüli tiszteletnek örvend a magyar és a ruszin lakosság körében egyaránt.